Sziasztok! Hát nem féltök kitalálni, hogy ez a videó miről fog szólni. Hát végre eljött a várva várt nap, hogy fél év vlogolás után elkészül a smink videó, amit minden videó végén kértetek tőlem, és végre eszettem magamat, és itt van minden egyes smink felszerelésem. Nem a nagy alkalmi fotós sminket fogom megmutatni, hanem a szokásos Sydney-féle hétköznapi sminket egy kis extrával. Képzeljétek el, hogy távol voltam a Guerlain-nak a sajtótájékoztatóján, ahol találkoztam egy francia sminkmesterrel, aki szokta Angelina Jolie-t is sminkelni, és rengeteg mindent tanultam tőle, de a legfontosabb az az volt, hogy a hidratálás mennyire fontos a sminkelés előtt. Na hát ezt én nagyon sokszor elkumbantottam, pedig rájöttem, hogy a legfontosabb lépése az először is a hidratálás, majd a primer. Körülbelül másfél-kettő hónapja tesztelem a Mineral 89-et a Visinek, és hát egyszerűen fantasztikus, úgyhogy ez lesz most a sminkemnek az alapja. Az én bőröm viszonylag hamar beszívja a krémeket, viszont kell egy picit várni, míg ez a kis lavacsos érzés elmúlik, addig a szánkat fogjuk hidratálni az Image-nek az Ormedic szájápolójával. Eddig a téli hideg miatt volt kiszáradva, most újabban a légkondi miatt, úgyhogy nem győzöm elpolgatni. Ja, és ez a színezett, ilyen picit rózsaszínes színe van ennek, és annyira ilyen, ó, gyönyörű szép, szerintem gyönyörű. Csak én magában is megállja a helyt. Következzen a bázisunk, másképpen a primerünk az egész arcunkra. Az Estée Lauder-nek ezt a primerét én még kinvettem most Szlovákiába talán, vagy nem is tudom, hogy hol, és egyszerűen annyira fantasztikusan kiegyenlíti így a bőrhibákat, a tónusokat, a pórusokat, összehúzza, és sokkal egyenletesebb lesz majd a kép, hogyha az alapozót feltettük az arcokra. Alapozónak ezt Estée Lauder Double Wear alapozót szoktam használni. Kettő darab színem van, az egyik a 4N2 Spice Sand színbe, a másik pedig az 1N2 Ecru színben. Nekem inkább ilyen sárgás, bronzos az árnyalatom, szóval ilyen nagyon fehér, nagyon rózsaszínes alapozók nem nagyon jönnek be nekem, és most éppen annyira barna az arcom, hogy a 4N2-t magába fogom használni. Nagyon rossz szokásom van, nem vagyok sminkmester nyilván, de valamilyen nekem sokkal egyszerűbb, meg olyan természetesebb a hatás, hogyha a kezemmel viszem fel az alapozót, ecsettel mindig annyit bénázok, úgyhogy ide betettem az alapozót, össze, krémezgettem vele a kezemet, és szépen felviszem. És nagyon fontos, hogy mindig kihagyunk, az nem más, mint a nyakunk és a fülünk. Következzen a kontúrozás, illetve a korrektorozás. Szintén Estée Lauder terméket fogok használni, ez szintén a Double Wear-nek ugye az 1N2-je. Ezt szoktam összekeverni a Sooty Tap alapozóval, de most korrektornak fogom használni, illetve ezt is. Amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy ide pont ide a száj csücsökbe. Ez nagyon-nagyon szép lesz, hogyha szépen eldolgozzuk. Így. Szóval ezt most nem kézzel fogom eldolgozni, hanem ezzel az ecsettel. Így. A szem alatti rész nagyon szeretem kivilágosítani, mert nagyon-nagyon szépen fog mutatni képeken, meg valamilyen sokkal szebb, vagy egészségesebb tűnik az embernek az arca, hogy nem egy teljesen egy egyszínű barna alapozós, hanem kicsit egészségesebbnek tűnik. Szem alatti karikákat már el is tüntettük, és ezzel a technikával, hogy ide egy pici világosabbat tettünk, majd szép, hogyha ki lesz kontúrozva és rúzsozva, sokkal teltebb hatás lesz az ajkaknak, és igazából egy optikai kis csalás. Kétféle púdert használok, az egyik az a Chanel-nek a Vitalumier púdere, ez egy színezett púder igazából, szóval ha nyár van és nem akarok semmit sem magamra tenni, akkor mivel van benne egy kis fényvédő faktor, és ez igazából a folyékony alapozó helyett is elég, hogyha az embernek éppen szép és egészséges az arcbőre. Ez a Transparent púder pedig ez a MAC-től van, ez iszonyatosan bomba biztos, ezt én nem szoktam rákenni így hétköznapokra az arcomra, viszont hogyha fotózásra vagyok, akkor az egész arcomat jó keményen betucsakolom vele, mert tényleg ez úgy lefixálja, hogy egész napra úgy marad. Ezt most csak a szemem alá fogom használni. Lekocogtatom, hogy ne legyen túl sok rajta. És akkor szépen itt a szemem alá fixálom. És
Ezáltal, ha lepörög esetleg a szemhéj púderünk, sokkal könnyebben fogjuk tudni eltüntetni a maradékokat. Ehhez a púderhez jár egy ilyen kis cukimuki ecset, az enyémet el van deformálódva, mert rengeteget tisztítgatom, de elképesztően puha és nagyon-nagyon szeretem. De van egy ilyen kis háló, szóval ebből így nem bukik ki a púder, mint a másikból, és mivel egy ilyen színezett, ezt a többi helyre használom, az arcom többi területére használom, hogy ne világosítsuk ki az arcomat. Ez pont olyan színű, mint az alapozóanyt felkentünk. Bronzosításra most a Hourglass-nak használom a light bronzerét. Ez lehet, hogy már nekem egy picikét világos, de nagyon-nagyon szép színek vannak benne, úgyhogy nem tudom mennyire fog visszajönni, de legalább nem lesz annyira erős a hatása. Pirosított Crystal ritkán szoktam használni, mert én szeretem ezt a bronzos lookot, nem nagyon használok erősebb színeket, mint kék, rózsaszín, inkább csak a barnák és a földnek az árnyait szoktam használni, és ezért a pirosító az igazából egy kihagyható lépés. Mielőtt bárki félreérteni, nem a pirosítom kék színű, hanem úgy unblock, így a szemhéjpúder és a sminkemet általában bronzosra szoktam elkészíteni, szóval ilyen rózsaszínt, meg kéket nem szoktam használni. A szemhéjamra a Kikónak fogom használni a primerét. Most gondolkozom, hogy esetleg vegyem fel vagy újjal, de újjal sokkal egyszerűbb, úgyhogy ezzel fogom felvinni. Ez egy natúr színű szemhéjpúder bázis. Ez is régen úgy elhagytam ezt a lépést, aztán rájöttem, hogy sokkal szebben kijönnek a színek, és sokkal tartósabb, hogyha használunk, úgyhogy ez egy szuper kis dolog. Nem szabad se túl keveset, se túl sokat felvinni belőle, úgyhogy ezt így tapasztalgatni kell és tesztelgetni kell, hogy mi is az a mennyiség, ami így pont jó. Mostanában a Stila-nak és a Too Faced-nek a palettáját szoktam használni. Eddig a Naked-et használtam, de mostanában valamit rájuk teljesen kattanva. Mondjuk ez viszonylag új, mert ezt januárban szereztem be Mexikóba, és nagyon-nagyon megszerettem. Ezt viszont Enikő szokta nekem használni a sminkjének az elkészítéséhez, úgyhogy ebből lestem el egy-két szuper praktikát. Az elkészítéshez a Naked 2-nek az ecsetét fogom használni. Ez a palettában van benne, nekem a palettám már elfogyott, viszont az ecsete fantasztikus, már az is megéri befektetni egy ilyen szuper kis szemhéj palettába. Az az igazság, hogy ugyanúgy a Naked-et, a Too Faced is csak külföldön kapható, de ha valaki megy, rokon, barát vagy ismerős, akkor én is mindenkivel szoktam hozatni valami kis vásárfiát, úgyhogy ezek is így kerültek hozzá. Először is a Too Faced-nek fogom használni ezt a színét a szemöldököm alá, de csak óvatosan, mert ez egy rettentően pigmentált kis púder. Következő lépés, szintén ezek a világos lépések az elsők számomra, vagy én így szoktam felépíteni a sminkemet. A legalsó, szintén nagyon világos színt fogom használni a belső szemzugomba. Én imádom, hogyha ilyen jó, világos a belső szemszögom, ez ilyen mániám. A belső szemzugba teszek többet, de azért a külső része is rá tapicskolom. A következő szín az ez lesz, ami az espresso színe, majd utána egy kimondhatlan nevű középső barnát fogok használni. Az első az inkább matt volt, ez pedig már egy kicsit ilyen magasabb fényű, magasabb csillogása van. Szóval az espresso színt, ezt a mozgó szemhéjra tettem, ez ment ugye a belső szemszögbe, ez pedig középre, most még következzen ez a középső szín. Tartom, hogy mindig ahogy dolgozzuk el szépen a színeket, mert szerintem nagyon-nagyon sokat számít, hogy nem csak a felső szemhéjukat fessük ki, hanem itt a szem alatt is szépen a színeket összedolgozzuk. Úgyhogy egy ilyen ecsettel, ami igazából egy ilyen hát szemöldök ecsetnek is mondhat, nem, de egy ilyen feltetetejű ecsettel fogom az alsó részt. Szinte nem is látszik, de rengeteget számít, ez a kis apró kis dolog.
Az eddig használt színekből a legsötétebb színt, tehát ezt használtam ide a szemem alá. Ha valaki nem szereti a sötét sminket, igazából már most is kész lehetnénk, azt mondhatnám, hogy szempillos spirál és egy kis szemöldök korrekcióval, mert kész is vagyunk, de én szeretem, hogy egy picit sötétebb, mint a külső szemzug, illetve tusmániás vagyok, úgyhogy ez még hátra van. A Too Faced-nek a palettájának elképesztően jó elnevezései vannak, például, amit most fogunk felvinni, az a Chocolate Martini. Ez egy nagyon sötét barna, bármennyire is világosat még, és van benne kis csillogás is, ahogy látjátok, úgyhogy ezen nagyon óvatosan kell bánni, különben nagyon sötét lesz nagyon hamar. Ja, és mint látjátok, mondhatni két balkezes vagyok, de tényleg balkezes vagyok, és mindent tudok csinálni két kézzel, kivétel sminkelni és írni. Ezt a kettőt sokkal jobban szeretem balkézzel csinálni, bármi más meg tudom csinálni jobb kézzel is, de a sminkelés és az írás csak balkézzel az igazi. Ugyan a lépés következik, mint az előbb, az alsó részt fogjuk eldolgozni, ugyanazzal a barnával, mint amivel a külső szemszugot sötétítettük. Picit szeretem túlhúzni, ahogy látjátok, mert ezzel egy ilyen kis macskás hatást fogunk elérni. A 9 lépésem majdnem el is felejtettem, ez az Urban Decay-nek a Space Cowboy nevű szemhéjpúdere. Ettől csillog mindig ilyen ultra erősen a szemem, mert hát elég kevés van belőle, mint látjátok. És már vettem egy tarcsit, úgyhogy igazából nyugodtan használhatom. Ezt is újjal fogom felvinni az egész szemhéjam területére. Ilyesmi színe van. Tehát se nem barna, se nem ezüst, de valahol a kettő között van, és gyönyörű szép. Úristen, milyen szépen csillog. Szerintem ez bomba, ez minden sminkre elfér, akár bármilyen színre, bármilyen stílusra, úgyhogy ez, amit általában nem szoktam kihagyni. Azt kell tudni nekem a szemhéjpúdrekre, tehát ultra csillogósokról, hogy szépen tapadnak a szemhéjra, de egy férfi vagy egy nő pólójára is, így például a Tommy állandóan csillogós, és már nem akar átölelni, ha így kivők tudcsakolva állítólag, mert hogy rögtön az egész pólója tiszta csillán lesz, de nyugítsa, jobb ki, jobb elősimel. Szerintem már tini korom óta ezt az Aden Liquid Eyeliner, szóval ezt a tus használom. Ez egy ilyen ecsetes tus, tehát nem is a ceruzás, hanem egy totál hajlékony ecset a vége, és valamilyen csak ezt tudom használni, hiába van bármiféle más sminkmárkák is hasonló stílusúja, ez a legfeketébb és a legkönnyebben használható, és már alig szoktam találni erre arra, és imádom, annyira szuper. Remélem most nem fogom elrontani. A fekete szemceruza, ezt mindenki döntse el, hogy jó-e neki. Én szeretem, ha ki van húzott feketével a bízvonalam, de sok ember azt vallja, vagy sok nő azt vallja, hogy sokkal jobban összeszűkíti a szemét, és sokkal kisebbnek tűnik. Én szeretem, úgyhogy én most behúzom. Nézzétek meg, ez sokkal jobb, de döntse el mindenki. A mai nap fontos kérdése, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ezt kommentben írjátok meg, hogy ti, ha sminkeljétek magatokat, akkor szoktatok-e vízvonalat húzni feketével? Igen vagy nem, írjátok meg! Ha kéne valami olyan kérdésre választ adnom, hogy mit vinnék magammal egy lakatlan szigetre, az nem lenne más, mint a szempillas spirál. Szerintem az a legfontosabb lépése a sminkelésnek, hogyha nincs is rajtad például semmiféle smink, de mondjuk a szemöldököt szépen ki van festve mondjuk kozmetikus által, és már egy szép szempillán, legyen az egy szép szempillas spirálos szempilla, vagy pedig 3D-s, az annyira sokat dob a nőn, hogy csak na. Ez a legkedvencebb szempillas spirálom. Azt kell róla tudni, hogy Estée Lauder egy elsősorban, másodszorban pedig azt, hogy ilyen sört és vastag, dundi, óriás keféje van. Valamiért nekem a műanyag az egyáltalán nem vált be, és minél szélesebb a keféje, és minél sörtésebb, annál több anyagot tudunk felvinni a szempillánkra, ezért sokkal erősebb lesz a hatása, és én szeretem, hogyha olyan jó, olaposan ki van szempillas spirálozva, és nem csak ilyen éppen hogy, úgyhogy ha valaki ezt a hatást kedveli, akkor ez nagyon-nagyon szuper, és ugyanebben van egy teszterem is, amit kizárólag az alsó szempilláimra használok, mert annyira nehéz hozzáférni, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem
egy örök szenvedés, hogy ide hogyan tudok be szempiraspirálozni, úgyhogy ezt mindjárt meg is fogok nektek mutatni. Gondolkoztam, hogy hogy lehetne szépen szempiraspirálozni, de lányok, ti is tudjátok, hogy a szempiraspirálozás az annyira egy olyan intim dolog, hogy az csak így tud szempiraspirálozni. Próbálnék én így szempiraspirálozni, de nem lehet, úgyhogy majd a közeli ilyen szempiraspirálozás. A következő az alsó pilla, ezzel a kis cuki, pici, mini szempiraspirállal. Nézzétek, annyira szuper, hogy ez is sokkal jobban kézre esik. Következő a szemöldöknek az elkészítése. Itt is nagyon fontos, hogy szépen ki legyen fésülve. Egyrészt azért, hogy szál irányba jól álljanak, másrészt pedig, hogy ez a maradék kis alapozó búder, vagy bármi ilyesmi, az lekerüljön róla. Tudjuk, senki teljesen szimmetrikus, nekem meg aztán pláne nem, de majd most nem hív festékkel, megpróbáljuk. A szemöldökömre két különböző dolgot használok, az egyik az Anesthesia Beverly Hills-nek, ami kb. Sehol sem kapható és nagyon nehéz beszerezni, a karamell duója, ami sokkal lágyabb textúrájú, mint a másik, amit használok, mivel a másik az egy mekkes szemhéjpúder, a corduroy, amit használok kézzel a szemöldökömre, mert ez egy annyira tökéletes szín, hogy szemöldök porokból nincs olyan, ami valóban az enyémhez illeszkedne, viszont ez a szemhéjpúder tökéletes. A szemöldökön belső részét ezzel a világosabbal fogom kezdeni. Írni. És akkor most használhatnám ezt a színt is, de valamiért most én inkább erre vágyom, úgyhogy a szemöldökön ezt a részét ezzel fogom folytatni. Nagyon jó kis taktika, hogy valamilyen vizes kis dolgot, én most pont a Visis termálvizemet helyeztem ide a készfejemre, és ha előtte az ecsetünket picit így belemártogatjuk, és kap egy ilyen nedvesebb textúrát, sokkal egyenesebb vonalat lehet lehúzni, úgyhogy általában vízzel szoktam, vagy valami krémmel, vagy ami éppen nálam van. Mellékes kis történet, hogy ilyen 14-15 évesen volt annyi eszem, hogy szépen kizettem a szemöldökömet ilyen meg is vékonyra, és az igazság, hogy nem nőtt úgy vissza, mint amilyen volt a szemöldököm, nekem kiskoromban nagyon-nagyon szép dús szemöldököm volt, ami most oltárán egy divat, hát egy picit elrontottam, úgyhogy nem nőtt vissza olyan szépen, mint amilyen volt, úgyhogy ha ti ezt megtehetitek, akkor ilyen vékony, pici szemöldököt sose szedesetek, mert valami miatt nem nő úgy vissza, ahogy régen volt. Az utolsó lépésünk ebben az esetben, hogy hétköznapi sminket készítettünk el, az nem más, mint a rúzs. Hogyha egy eseményre készülnék, vagy pedig fotózásra mennék, biztos, hogy használnék szájceruzát, egyrészt a tartóság érdekében, másrészt, hogy az ívét tudjuk kiemelni, vagy optikailag nagyítani, de ezt most elhagyjuk, úgyhogy következzen a rúzsozás. Éppen a MAC-nek az Angel nevű rúzsot használtam. Az előző videóban említettem, hogy ez a kedvencem, és mint látjátok, már csak ennyi maradt belőle. Tényleg ez a legkedvencebb rúzsom, szerintem nagyon-nagyon szép, ilyen babaróraszín árnyalata van. Nem túl kihívó, de mégiscsak van valami az embernek a száján, és nem kell igazából szájfényt sem használni, mert van egy olyan kis csillogása, ami erre a hétköznapi sminkre bőven elég. Elkészült Sydney kedvenc hétköznapi sminkje. Nem tudom, hogy nektek ez most éppen sok vagy kevés, én általában ezt szoktam feltenni akár egy foci meccsre, vagy ha csak valahova beülünk a csajokkal, úgyhogy a későbbiekben kíváncsi lennék arra, hogy ti milyen sminkvideót szerettek látni, szemhangsúlyos, szájhangsúlyos, esetleg alkalmi, vagy ennél egy kicsit kevesebb sminket, úgyhogy mindenféleképpen írjatok meg kommentben, írjatok, hogy tetszett ez a videó, sok puszi, sziasztok! Hogy hogyan készült ez a videó? Megmutatom, hogy az esküvői könyvemet mire használom.